A trianoni megemlékezés Pásztor István tartotta, őt kérdezzük trianoni emlékeiről és gondolatairól. Öröm az én számomra, hogy ma itt Karcagon lehetek az összetartozás napja alkalmából szervezett megemlékezésén és ünnepen. Azért öröm a számomra, mert nyilvánosan is köszönetet tudtam mondani Karcagváros polgárainak és vezetésének, hogy még a törvényt megelőzően 16 évvel egy olyan testvértelepülési megállapodás jött létre Karcagvárosa és Ómoravica között, amelyik nem csak közjogi értelemben kötötte egybe a két települést, hanem azon túlmenően egy olyan emberek közötti viszonyrendszer alakult ki és erősödött meg, amit ínséges időkben az ómoraviciaiak pozitív értelemben tapasztaltak, és egyfajta támaszt jelentett a számukra a 90-es években és azt követően is. Ez a testvértelepülési kapcsolat, ez ma is működik, és azt gondolom, hogy a testvértelepülési viszonyrendszer építésében egy etalonértékű, egy példaértékű, fölmutatható közös tapasztalat és közös eredmény. Végülis ez az egész nap, maga a törvény is erről az érzésről szól. Arról, hogy igaz, hogy 94 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum szétdarabolt bennünket, de ez a szétdarabolás is megerősítette az egybetartozásunkat. Megerősítette azt, hogy függetlenül attól, hogy más országba szorultunk, az egyetemleges nemzet részeként éltük meg folyamatosan magunkat, és az, ami 4 évvel ezelőtt bekövetkezett, az egyfajta talán isteni jutalom azért a 90 éves erőfeszítésér és meggyőződésér, hogy ez talán mint lehetőség és mint nap meg fog valósulni. A június 4-e az egy sokak számára egy gyásznap. És egészen biztos, hogy az érzések egy része ilyen jellegű. Az én számomra ez egy ünnepnap is. Azért ünnepnap, mert az bizonyította, hogy az őseink, az öregapáink, öreganyáink, szüleink, mi magunk olyan mértékben gyökerezünk az egyetemleges nemzetnek a gyökérzetébe, hogy mindezeket a nehézségeket, mindezeket a sanyarúságokat, amik az elmúlt 90 évben történtek velünk, ezeket túl tudtuk élni. A vajdasági magyar közösség tagjai mindig a nemzet részeként élték meg magukat. Ez a bizonyítéka, vagy ennek bizonyítéka az is, hogy milyen sokan éltek most az állampolgárság megszerzésének a lehetőségével. Ez elsősorban érzelmi kötődöttségű, és öröm a számunkra, hogy ez most közjogi értelemben is visszaigazolódik. A vajdasági magyar közösség vívja a maga csatáit ma is. Azt gondolom, hogy mindentől függetlenül elmondhatjuk, hogy eltökéltek vagyunk, és jó kondícióban levők, és bizakodók. És nem csak a gondviselésben bizakodunk, hanem megteszünk mindent annak érdekében, hogy a gondviselésnek esélye legyen megjutalmazni minket.